Napvágás. Dr. Varga Tibor műsora. Keressük meg együtt Isten kardját, Attila kardját. Gondolatok Istenről, hazáról, történelemről és igazságról. Állandó beszélgető társam, HeMK. Két hetente vasárnap 17 órától a Szent Korona Rádió műsorán. Ragyog-ragyog Szent Koronán, csillaglánggal mutass irányt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió és azonban is a Napvágás című műsorunk minden kedves hallgatóját, és a legnagyobb tisztelettel köszöntöm Varga Tibort a stúdióban. Szia Tibor! Szia HeMK! Legnagyobb tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Most, hogy téged már köszöntöttelek, lehet, hogy ez egy vágyattabb műsor lesz, mert elnézést is kérek a hallgatóktól, de kicsit náthás vagyok. Jobbulást kívánunk, csak nem a malackort kaptad el. Nem, ne reménykedj benne. Nem a malackor. Nem reménykedem. Vagyok az áldozata. Egyelőre csak meg vagyok fázva. Jó. Nagyon hosszú idő óta hallgattunk. Utoljára augusztus elején jelentkeztünk, most szeptember vége van. Mire ez a műsoradásban, vagy már október van, úgyhogy én rettentően szégyellem magam, de most itt megfogadjuk a hallgatók előtt, hogy innentől két hetente ismét jelentkezünk. Igen, ezért is jöttem így betegen is el. Igen, és én a múltkor nem jöttem el betegen, tudjuk, igen. Habár már a múlt nem héten... Nem tudnak róla a hallgatók. Na, nem, de a múlt héten, de most már elmondtad így. Vagy én mondtam el, nem tudom, elmondtad. El, de teljesen mindegy. Nem baj. A múlt héten egyébként már volt egy Napvágás helyett címen futó előadásod, hallható volt. Igen. A Napvágás időkben Szent Lászlóról, mert bizonyára róla is beszélni fogunk az elkövetkező műsorok alatt, valamikor majd egyszer, de most más témákról fogunk beszélni, de mivel nagyon régen találkoztunk, pár kérdést szeretnék feltenni neked azzal kapcsolatban, hogy mikkel foglalkozol mostanság. Két dologra szeretnék kitérni, az egyik a Szent Korona TV, amelynek te vagy az egyik alapítója, kitalálója, az alapítványod részéről anyagi támogatója. Igen. Beszélj erről, kérlek. Miért tartottad fontosnak, és hogy nézel? Hát fontosnak azért tartottam, mert ugye nincsen nemzeti média. És tényleg valójában, amik országosan eljutnak az emberekhez, azoknak a tulajdonosi rétege az nem nevezhető nemzeti érzelműnek, még hogyha nemzeti tévét hoznak létre, és ennek külön megvan a maga oka. Én azt gondoltam, hogy ilyen téren őrült hiány van. Kedves rádióhallgatók, a mai témánk első fele, hát mondhatnám, hogy már szokásosan valami aktuális jellegű dologgal is foglalkozunk a műsorban, és nagyon-nagyon aktuális a Magyar Püspöki Konferenciának egy kiadott körlevele, amelynek előzményében úgy gondolom egyébként, hogy picit benne van a Szent Korona Rádió egyik blogja, és nem tudom, ezt Tibor, te olvastad, de Noikának az egyik munkatársunk erről mostanában cikkezett. Igen, tudom. És azért olvasni azt, tehát a hozzászólásokat azt nem. De hát rengeteg hozzászólás volt, igen. Botrány volt. Igen, így is mondhatjuk valóban. És kiadott a Püspöki Konferencia egy körlevelet, amelyet most Tibor fel fog olvasni, vagy lehet, hogy előtte még mondasz pár szót, és akkor utána majd elemezzük ezeket a gondolatokat. Sőt, én úgy gondoltam, hogy közbe. De hogy miért tartanám fontosnak felolvasni? Először is azért, mert ez a körlevél, amelyik véleményem szerint nagyon is pontos helyzetet mutat föl a magyarsággal kapcsolatban. A nemzeti oldalon is volt olyan rész, akiben egyfajta indulatot váltott ki, amit teljesen alaptalannak tartok. Egyébként is egy óriási probléma az, hogy itt egy nemzetet 65 éve meg akarnak szüntetni, illetve talán még jóval több, de 65 év óta azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye a múltat végképp el akarták törölni. Most egy közösséget két dolog tarthat meg, én ezt már nagyon sokszor elmondtam, és annak van egy harmadik következménye. Az egyik az, hogyha valaki végtelen és oltatatlan szerelemmel szereti azt a közösséget, ahova született. Tehát ez a honszerelem. Honszerelem az nem más, mint az ősöknek a tisztelete. Ugye az embernek az élete az nagyon rövid, az a 70-80 év, a szerencsés is, az nem elegendő bölcsességgel ruházza fel, hogy a világ, az örökteremtett világban eligazodjék. És ezért vannak, hogy járnak előttünk ősök is. Az ősök tudása az a honszerelemben nyilvánul meg, tehát akinek nincs nemzetszerete, annak szeretete, annak nincsen őse sem, és nincsen igazsága sem. Mert ugye az összeadódott tudás jelentkezik ősök szeretetében. A másik dolog pedig az, hogy ami megtarthat egy közösséget, az pedig nem más, mint a léleknek a tápláléka. Ugye ezt a szocializmus meg a mostani időszak is el akarta venni az emberektől. Ugye a lélek az a léten túli nélkül elszárad, olyan zörgőssé válik, mint egy halott falevél, vagy ordít az ürességtől a lélek az Úristen iránt. Most ezt is el akarták venni. Azért akarták elvenni, mert a hit az nem másról szól, mint különbséget tesz a jó és a rossz között. Aki tudja a jó és rossz közötti különbséget, annak van igazsága, akinek van igazsága,
annak van országa. Akinek nincs hite, nem tudja a jó és rossz közötti különbséget, nem lesz igazsága, és nem lesz országa sem. És ennek, van, ennek az egész kérdéskörnek van egy harmadik következménye, az pedig az, hogy az emberek leszoktak a gondolkodásról. Mert gondolkodni csak akkor kell, amikor a jó és a rossz között különbséget kell tenni. Véleményem szerint egyébként a történelmi egyházakban megnyilvánuló igazság, ugye a jó és rossz közötti igazság, ez el tudná igazítani az embereket, de a cél az, hogy ne tudjanak tájékozódni a mai világban. Most a helyzet az, hogy érdekes módon a hatalom az bennünket mindenféleképpen manipulál lelkileg. Ugye ezt a két dolgot, amiből ugye következik maga a gondolkodási képesség is, ugye a honszerelmet és a hitet, elvették az emberektől. És ennek következtében kiderült az is egyébként, hogy így nem élhetnek emberek. Ősök nélkül nem élhetnek emberek. Hit nélkül, Isten nélkül nem élhetnek emberek. És nagyon érdekes módon én erre szoktam azt mondani, hogy ha egy 42-es lábra egy 20-as cipőt fölhúznak, akkor tudják, hogy hol fog fájni az illetőnek. És tulajdonképpen úgy lehet félrevezetni, hogyha elkezdem megmenteni. Tehát beöltözöm díszmagyarba, szolgáltatom a honszerelmet, és beöltözöm egyfajta hát, vallási jellegbe. Ez kezdetén mondjuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején valami rossz ízű ezotéria volt, mert a léleknek kell táplálék, majd most már annyiban jobb a helyzet, hogy most már beszélnek Krisztusról. Tehát, hogy beöltözöm a vallásba is, és onnét kezdve én mondom meg, hogy mi a jó és rossz, és így aztán össze lehet keverni teljes mértékig az embereket. És én azért tartottam fontosnak, hogy most mindenféleképpen beszéljünk erről a körlevélről, mert valójában úgy tűnik, mintha lelkileg azért már elindulnánk egy tisztulás felé, persze korán sem vagyunk ott, hogy egység jöjjön létre. Ma ugye az emberek vitatkoznak egymással, ez nem baj. Hát hiszen ez a tisztulás időszaka, és itt ha az egységről beszélünk, akkor az a pusztulás jelenti. Hát mi nem döntöttük el, hogy mi mentén egyesüljünk. Hát az ember nem egyesülhet azokkal, akik egyébként privatizálták az országot. Hát ez hogy néz ki, nem érdekelt, hogy mi csinált eddig, az a lényeges, hogy mit csinál most. Na ez pontosan arra jó, hogy eltüntessünk. Tehát változtassunk, csak semmit meg ne változtassunk. És egyébként még próbálkoznak ilyen keresztény jelszavakkal is ilyen irányba lökdösni embereket, hogy egységet hozzunk most létre, amikor még nincs itt az ideje. És sajnos ez fájó, így van, én sem szeretem egyébként, meg kell, hogy mondjam, hogy utálom a békétlenséget. Csak hogy most az a kor van, ami ahhoz hasonlatos, amikor Jézus szétküldte ugye a tanítványait, ugye Máténál lehet olvasni, erről mindig megfeledkeznek, mert ugye a partalan szeretetről beszélnek, csak az nem szeretet ám. Az, amikor nincs a jó és rossz között különbséget tétel, ott a szeretet szót használják, de az Isten gyalázzák. Tehát, hogy Krisztus is azt mondja, és ezt nem szokták idézni, hogy ne higgyétek, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Ne gondoljátok, hogy békét hozzak, azért jöttem, hanem hogy kardot. Ugye tehát, hogy az, ami rossz és jó között különbséget kell tenni. Ő is kiveri a kufárokat a templomból. Tehát annélkül nincsen megváltás. Tehát, hogyha itt nem tesszük meg azt, hogy kiértékeljük, hogy mi történt a 65 év alatt, és az, hogy itt tartunk, ahol ez az ország tart, most jelenleg, az kik miatt van, és mit lehet ebből levonni, akkor itt a halál van. Tehát a halál egysége. Abban nagyon egységesek fogunk tudni lenni. Na most éppen ezért nagyon fontos, hogy tiszta hitbéli tudatunk legyen, mert ott tisztán lehet látni a jó és rossz közötti különbséget. No, én felolvasnám ezt a levelet, hogyha már ennyi bevezető tartottam, de közben is megállunk is. Mármint közben az elemzésben megállunk, főleg azért, hogy pihenjek közben, mert ugye hát betegen dolgozom. Nem, egyébként szeretem azt, amit csinál az ember. No, Krisztusban kedves testvérek! Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmünk kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Elnézést különben, hogyha nem úgy olvasom föl, de hát én nem vagyok színész. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az éhhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az új pogányság szelleme is erősödik. A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami a magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebb rendűségi érzést tápláltak belénk, azt súlykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ez újabban a kirekesztő és rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Nem tudom, ezek a mondatok, ezekkel 100%-ig egyet lehet érteni. Nagyon szépen, pontosan elemzi, amit csinálnak velünk, mondjuk liberális oldalról, vagy abból az oldalról, amelyek nem szereti ezt a nemzetet, akikkel együtt él. Vége az első résznek, folytatjuk.